Nagyon nagy szeretettel köszöntöm tisztelendő püspök urat, tisztelendő atyákat. Kedves megjelent vendégeket, akik nagyon messziről is jöttek, hiszen hallottuk, Kaplonyból is vannak, akikkel nekünk is szoros a kapcsolatunk, de Budapestről Kőszegig mindenünknél mosolygós arcokat látunk. Nagy örömünkre. Nagy áldozatvállalás volt mindannyiunk részéről, akik távolról idejöttek hozzánk. Ez is egy nagy tanúságtétel, a helyieknek pedig azért, hogy báváskodhatnak, készülhetnek, hogy méltó módon tudjuk fogadni azokat a testvéreket, akik, mint elmondottuk, megtisztulhatnak és megerősödhetnek a hitükben. Nagyon nagy szeretettel és örömmel köszöntök én is mindenkit. Hadd kezdjük, ahogyan szoktuk, ezt az elmérkedést imádsággal. Jó és tanít minket, megajándékoz minket egy hitelesebb, egy igazi Istenképpel. Megtanít minket arra, hogy hogyan lehetünk hasonlóak a mennyei atyához, hogyan tudjuk ugyanezt a szeretetet másoknak sugárzni, plébánián is fölragyogtatni. Hálát adunk ezért a kincsért, imádkozunk azért, hogy a fény, amit Krisztus bennünk meggyújtott, egyre erősebben, egyre ragyogóbban égjen. Amen.
tanítanak arról, hogy hogyan gondozzák azt az erőltetett lángot, amit azon a három nap alatt kaptunk. Gondoltam is komolyan egy darabig. Aztán, amikor jöttek a jelek, meg a hívó szavak, olyan csöndesen az életemben, sok csapás, meg probléma után, akkor is még először ellenálltam, és amikor először hívtak a kultúra, akkor bizony én nagyon ellenkeztem, és lázadtam, hogy én nem akarok, nekem ez így jó. Én hiszek az Istenben, és én el vagyok így magamban, és nem gondolom, hogy nekem erre szükségem van. És akkor gondolom, hogy a Jóisten, ugyanúgy máskor sem nem hagyja békén az embert, hanem nagyon hívja, és nagyon vonzza magához, és eljutottam oda. Ez a három nap engem nagyon fölkapott, és összekavart, és megzavart, ezt megmondom őszintén. Nagyon sok mindent kaptam, nagyon-nagyon boldog érzéseim voltak ott, kaptam szerető testvéreket, és egy csomó kérdésem, amit addig nem tudtam a választ, megkaptam. Ha belegondolok, akkor nagyon elszégyellem magam, hogy mennyire szeret engem a Jóisten, és nagyon kivételez velem, mert nagyon egyszerű az én életem, nem történik velem soha semmi nagy dolog. De nem vagyok elbizakodott, mert még nem tudom, hogy mi vár rám. Én csak élem az egyszerű dolgos, szorgalmas hétköznapokat, de nagyon sok kegyelmet kapok naponta, ami ünnepivé teszi a napjaimat, úgy mint ezt a mai napot is, hogy itt lehetek veletek. Észrecsereljekkel voltam, Kuzsin, és olyan boldogság volt újból látni azokat az arcokat, akikkel, hát aki a rektor volt, az atyát, aki az mellett ültem a csoportba, és hát szeretettel jöttem, és örülök, hogy itt lehetek, 15-en jöttünk Szombathelyről, és hát most elmondom, igaz, hogy már mindenki tudja, de becsehelyek talán még nem hallották, mert akkor, amikor ott voltam a kultúrón, a meghatottságtól én szólni nem tudtam, ha visszagondoltok rá, én voltam az, aki egy végtébe lőttem, amikor az áró ünnepség volt. Én amikor megláttam a teremben, a templomban a sok szombathelyét, meg mindenkit, hát egy végtébe ömlöttek a könnyek. Bevallom, számomra lelkiekben nagyon nagy boldogság volt, nagyon megerősített azóta. Rendszeresen járok szentmisére, a családommal az ünnepeket együtt ünnepeljük, barátaimat, ismerőseimet mindig arra buzdítom, hogy imádkozzanak és higgyenek Istenben, járjanak templomba. Mert akármilyen baj vagy probléma van a családban vagy körülöttük, akkor ha fohászkodnak, az mindig átsegít őket, könnyebben a bajokon. A kúzió harmadik napján van az egyik folyóban, amikor már a leendő kúzióistáknak ajánljuk, hogy keressetek közösséget, hogyha hazamentek, hiszen a kúzió az a három nap csak a kezdet, és a lényeg az csak utána következik. És biztatunk mindenkit, hogy találjon magának közösséget, és azt is szoktuk kérni, hogy olyanokat küldjetek a kúzióba, akik a hazamennek közösségre találnak. És mindjárt idézünk is a Szentírásból, hogy jobban járnak, akik ketten vannak, mint a magányos, mert fáradozásuk meghozza jutalmát. Ha elestek, egyik a másikat felsegíti, de jaj a magányosnak, ha elesik, nincs senki, aki fölsegíteni. És ha valaki megtámadja az egyiket, ketten szállnak szembe vele, mi több, a három ágú közé nem szakad el hamar. Ma már máshogyan közelítem meg a gondjaimat. Már nem zaklatom a mindenség urát, hogy problémáim egyszerre megoldódjanak, csak azt kérem tőle, hogy adjon erőt, kitartást, és felhagyatkozva tudjam cipelni keresztjeimet az ő segítségével. A kurzíró által találtam meg azokat az embereket, akik engem is jobbá tudnak tenni, és akiket talán én is jobbá tehetek. Erőltetni, mert nagyon szívesen értettem meg a kurziónak a lényegét is, és nagyon szívesen szolgáltam a hétvégeken. Mindenféle területen már, fiúknál, lányoknál, asszonyoknál, férfiaknál, és minden egyes alkalom egy nagy megerősítés az is számomra. Mondhatom azt, hogy nekem szükségem van évente egy-két kurzióra ahhoz, hogy
szeretnék az lenni, nem mindig sikerül. Tehát, hogy a papságomban, a papi hivatásom megélésében nagyon-nagyon fontos a Burzió, mert ott tanúságot kell tenni nekem is, hogy én hogyan élek, én milyen pap szeretnék lenni, és hát nem lehet elég beszélni.